Hello nézők! Nem kis rizikót vállalva visszatérünk az orosz játékok területére, ráadásul nem is akármivel. A most bemutatásra kerülő játék bizonyos szempontból a videójátékok történelmének meghatározó és kiemelkedő alkotása. Hogy mi is ez a bizonyos szempont, az a videóban majd kiderül. Addig is, asztarozsna, szgyesz idut, Hellforces! A Hellforces 2004 végén jelent meg az Orion elvileg legelső játékaként, a Csornaja Metka, They Are Alive és Stalin Subway-ek előtti Hellforces a genezis, ahonnan minden elindult. Nem meglepő tehát, hogy jó pár játékbeli dolog már ismerős lesz számotokra. Az egyszerű, de szerintem stílusos főműben láthatjuk a School Shooternek öltözött főősünket, aki az átvezetőben már kevésbé vállalhatóan néz ki, a neve egyéb iránt Steven Geist és ehhez mérten kísértetszerűen sápadtfakó bőrszínnel rendelkezik. Ez a tipikus ügynök figura vallatja éppen az elmúlt napok történéseiről, ahogy azt már ezerszer láttuk, visszaemlékezésként fogjuk végigjátszani ezeket, és oh boy, ezek aztán nem egyszerű napok voltak. A történet kiinduló pontja az, amikor fősünk otthagyja barátnőjét, és Orion osztokáshoz híven jön a képregényszerű átvezető. Jó kis képregény van átvezető helyett. Történetet képregényes átvezetőkből tudjuk meg. Képregényszerűek az átvezetők. Az egyébként igen csinos képregényszerű átvezetőkkel elmesélt sztori szerint történetet képregényszerű átvezető... Amiből kiderül, hogy fősünk csaposként dolgozik, az ekkora már egyébként drogfüggés szektatag ex-barátnő pénzt akar tőle kunyerálni. Jó napot kívánok! Kit tetszik keresni? Kettőnket keresni. De ez sajnos olyan, mint egy angol klub, csak férfiakat szolgáló ki, nem? Állítólag ezek a szektások nagyon gonoszak, emberek lelkeit ragadják el. Ez persze fősünk betudja a droghasználat miatti pszichózisnak, ami teljesen érthető. Az eleve kibekkelt átvető jelentek kibekkelésének mintapéldáját láthatjátok itt. A híradóból megtudjuk, hogy a városban bedrogozott sátánisták támadtak a járókelőkre. A kaotikus állapotokért egy bizonyos New Dawn szekta a felelős, aminek a vezetője Alex Huxley. Huxley, New Dawn, hol is hallottuk már ezt? Még az értékelés előtt egy kis easter egg, valószínűleg kevesen vagy senki nem fogja érteni, de a baseball ütős miniboss termében van egy láda rajta egy felirat, hogy Huxley, New Dawn. Erre még vissza fogok térni egy játékbemutatóban, lehet, hogy évek múlva, de vissza fogok térni, jegyezzétek meg. Na ja, visszatértem. Évekkel később. Szóval főhősünk a zavargások helyszínére indul, hogy megtalálja ex-barátnőjét. A laza fél perces töltőképernyő után szellemfejű Steven egy rozsdás csővel a kézben nekivág az éjszakának. Nice evening. Slum, a rusty pipe. What else do you need to be really happy? Ezek az állítólagos bedrogozott sátánisták valójában zombik, akikből meglepően sokféle létezik. Van ez a sovány informatika tanár, a kövér építőmunkás, a kigyúrt nagyferó, ez a fura protézises B-turbó, illetve kétféle szebb napokat is látott nőnemű zombi. Ezek mindegyikét lehet adott módon roncsolni, a fejüket vagy karjukat lecsapni, vagy épp lukat ütni a mellkasukba. Az ólomcső mellett találunk egy kést, vagy egy annál jóval hatásosabb pisztolyt is, és orosz játék nem maradhat el a gangsta tüzelés nélkül, amivel ugyebár a való életben is gyorsabban lehet lőni. És ha még nem lenne mindenkinek világos, hogy ez bizony a Stalin Subway elődje, akkor csak annyit mondok, hogy... A játék szép színes körökkel jelzi a felvehető kulcsokat, de olykor felvehetünk hasonlóan jelölt tárgyakat is. A legelső ilyen a helyi éjjel látó, az a Matrixos Trinity napszemüvege, és tegyétek fel magatoknak a kérdést, hogy hogyan lehetne a lehető leghasználhatatlanabb, legirritálóbb éjjellátót elkészíteni? Na most ez egy igen húzós kérdés, mert az Orion ötleténél rosszabbat nagyon nehéz elképzelni. Egyetlen dolog, ami stimmel, az a zöld infra, de emellé orosz barátaink rápakoltak még egy thermal visiont, egy radart, egy tényleg fülsértő hangeffektet és egy olyan képi megvalósítást, ami... Nos, én nem vagyok az a fajta, aki érzékeny lenne a motion sicknessre, de itt elkapott egy kis émelgés. Az, hogy az éjjellátó használatával egyes tárgyak vagy fegyverek csupasz 3D modelljeit látni, az már csak habatortán, bár a dizájnra jellemző, hogy a HP és armor ikonja is elég igénytelenül néznek ki. Annak idején már itt elakadtam rendesen, mert nem jöttem rá, hogy ez az átvezető jelenet valójában a továbbhaladásra szükséges parkour útvonalát mutatja.
Az ugrás különlegessége az undorító hangeffektek mellett, hogy lehet dupla ugrást csinálni, vagyis ez inkább egy ilyen másfél ugrás, amihez jobb hozzászokni, ugyanis rendszeresen kell majd ezt használnunk a továbbhaladáshoz. A húsvágó bárdal szeretnék mutatni egy érdekességet a közelharci fegyvereket illetően, alapból ezeknek van egy lassú alaptámadása és egy még lassabb dupla ütése. Azonban ha az elsődleges és másodlagos tüzelést jó ütemben nyomkodod, akkor egy sokkal gyorsabb kombót tudsz behozni, amivel szinte már túl könnyű a játék első szakasza. Slavjank játékoknál olykor találkozhatunk a már túlságosan is bő fegyver választékkal. Itt már a második pályán választhatunk 4 különböző közelharci fegyver közül, holott egyedül a bárdnak van értelme, mert ezzel a baseball ütővel is... Ahogy azt sem értem, hogy miért volt muszáj egy hangtompítós pisztolyt is berakni ide. A hangtompítónok gyakorlati haszna itt nincsen, maga a fegyver pedig minden tekintetben gyengébb az alappisztolyunknál. Relatíve sűrűn találunk egyébként medikiteket vagy páncélokat, főleg itt az elején. Ezt helyenként visszafogjuk majd Patkányok. Igazi szarjáték hagyományként. Élvezetes. Biztos ezek is bedrogozott sátánista patkányok. Érdekesség, hogy ugyanez a rágcsaló modell szerepel a Stalin Subway-ben, vagy épp a Csornaja Metkában. És... nem, ezúttal nem lesz fideszes poén. A csatornában megtaláljuk Dracula fogsorát, ami egy 4-szer használható HP regeneráló tárgy, érdemes későbbre tartogatni. Nem úgy, mint a nem sokkal később felvető Barbie voodoo babát, vagy voodoo Barbie babát, ami a közelben lévőket sebzi minimálisan. Nem egy rossz ötlet, de csak néhányszor lehet ellőni. A szabad levegőre érkezve egy parkban találjuk magunkat, és akármennyire is jank eddig a játék, az tagadhatatlan, hogy ez ideig ennek van egy bizarr bája. A rendfenntartó erők és élőholtak közötti gogyik is ütközetek, a fényhatások, vagy a háttérben hallható sikoltozások adnak egy picit a hangulathoz, meg amúgy valljuk be, a fegyverek kinézete és animációi szokásosan korrektek, szóval ha ez lenne az egész játék, esküszöm mindenki jobban járt volna, de ne rohanjunk előre. Valamiért itt a rendőrök és katonák ránk is tüzet nyitnak, és a mihez tartás véget működik a fejlövés, de erre majd később visszatérek. Az egyik épületben kezdi el a játék a bizarr képek felvonultatását. Ez a gyanúsan szimmetrikus arcú bácsi maga a szektavezér Hexley, balra pedig azt láthatjuk, hogy mi lett volna, ha tipcédesz helyett jutkába kerül a több tesztoszteron. Kira geci, átműtetett geci! Ez a helyi börtön per labor tele van zombikkal, mintha csak az... Morning of the Dead lenne csak szebb grafikával. A revolver egyébként kiválóan használható mind a zombik, mind a tudósok ellen, de ha egy még jobb fegyvert szeretnénk, akkor érdemes végigpásztázni a helyet, ugyanis itt lapul egy félautomata shotgun. Ez a pickup mizéri amúgy az egész játékra jellemző. Egyes fegyverek lőszerei annyira miniatűrök, nincsenek különösebben kiemelve meg, úgy unblock annyira tele van szórva a padló mindennel, hogy sokszor nem is veszed észre, hogy felvetél egy új fegyvert, kivéve a figyeled a kiírásokat. Szerencsére ez a shotgun kiváló a házőrző Blöki ellen, aki mint kiderül Cerber volt, csak így úsz nélkül, Cerber, akinek halálát vagy úgy egyáltalán néhai létezését rezzenéstelenül veszi tudomásul a vallató emberünk. Következik egy szintén hangulatos pálya, annak ellenére, hogy ezerszer láttuk már ezt is máshol, ez a katakomba, ami végül egy templomcsarnokba torkolik, egészen elmegy. Persze a karakterünk ezt másképp látja, tetszik, hogy némi öniróniával veszi a játék a kötelező csatornás vagy föld alatti pályákat. I feel tired of this underground already. What a pleasant surprise. Down in the sewers. It's like a dream. You don't say. The sewer that I haven't visited yet? I still have a chance. Azt sajnálom, hogy Pump Action Shotgun nem került a játékba, lemondanék szívesen a hangtompítós pisztolyról, meg 3 közelharci fegyverről érte. De legalább ekkora már rengeteg lőszerem volt az MP5-öshöz is, ami a játék szinte leghasznosabb fegyvere, gyorsan tüzel és még távolabbra is relatíve pontos. A templomcsarnokba érve belefutunk futurisztikus szemüveges katonákba, akik a zombikkal is hadakoznak. Megint. Jó a játék! És senki nem gondolná elsőre, de itt kell leugrani a kijárathoz. Az ilyen fura és félig meddig rejtett exitek sajnos sokszor előfordulnak a játék során. Újfent visszaérkezve a szabad levegőre, úgy érzem jó helyre kerültünk.
Szóval itt már a város egy nyugodtabb részén vagyunk, ahol zombik helyett a helyi lakosokkal futunk össze. Helyi lakosok alatt értsétek ezt a kigyúrt kopaszt, ezt a Butterbean Impostort, a néges striciket és a különböző ízesítésű örömlányokat. A hölgyek és futtatóik általában békések, a többi úriember pedig minimum félautomata lőfegyverrel lő majd ránk, ami a játék nehézségét még normál fokozaton is jelentősen megnöveli. A nagyobbik baj viszont az, hogy a játék ezen a részeken előszeretettel spawnol ellenfeleket olyan helyekre, ahol már korábban jártunk. Ennek a legjobb itteni példája a Bordei Hotel, ahol az oldalsó szobákba benézve a folyosóra beterem egy-két extra ellenfél. A hotelbe egyébként a Stalin Subway 2 tetős részét idézve kell felülről bejutni, de ami még érdekesebb, az az utcán felvehető hatalmas boombox, amit a játék a lehető legkomplikáltabb módon nevezett el, hatalmas ezüstszalagos rögzítő, magyarán kazettás magnó, akai deck, vagy simán csak boombox. A magnó egyéb iránt simán csak rappet játszik, hallgassunk bele. Hogy ezek kicsodák, én Horvát Pistát hallgatok, basszátok meg. A Bordeiház alsóbb szintjén rengeteg ellenfél mellett van egy kisebb börtönféleség, bunker komplexum, ahol... Kokahína! Menj már innen! Ahol felvettünk egy sütit, ami idegrendesen lekicsinyít minket, így valamelyest ritkábban találnak el minket a gazfickók, de ez sem a továbbhaladásra, sem a titkos helyekhez nem szükséges, szóval ez megint csak egy felesleges adalék. Oh man, it's a real bunker! I dare say Benny Laden has dug himself in here. Nos, Benny Laden nem lesz, csak katonák, tudósok. És ismét szemét csaló spawnolás. Megint csak, ha bemész egy szobába, a folyosóra kint beterem, de ezúttal 4-5 ellenfél. Egy merev tudós nem kevésbé mereven kivallatva kiderül, hogy ebben a laborban végzik el a test és lélek elválasztásának folyamatát, szóval a szektás drogfüggő barátnőnk tényleg igazat mondott. Illetve kicsit később az abszolút haszontalan tárgyak listáját bővíthetjük Luke Skywalker nem működő fénykardjával, ami valóban nem működik. Én már nem is tudom, mit mondjak erre. Itt már egyre jobban kezdi megmutatni a játék a valós arcát, rendszeresen szitevál lőnek, itt el is használtam egy töltetet a HP töltő Dracula fogból, aztán véletlenül aktiváltam a Voodoo babát is, és hiába volt még 50 másodperc hátra a HP töltésből, egyszerre csak egy tájt lehet aktív. Huxley üzenetet hagyott nekünk, hogy tudja, hogy kik vagyunk és hogy megkapjuk a magunkét a másik oldalon, ami a játék címéből logikusan következtetve a pokol lehet, fősünk mégis értetlenkedik. Ami jó még az átvezetőkben, hogy a hang mindig az adott modellből szólal meg, úgyhogy ha fősünk távolabban a kamerától, akkor a távolság miatt halkabb lesz a mondani valója. I know why you've come here, and you'll get what you deserve. On that side. Sincerely, Alex Huxley. What do you mean by on that side? Okay, Huxley. We'll have a chance to waltz together. A lift után ebben az egyébként szép teremben az igazi játék végre előbújik az árnyékból, megmutatva, hogy mire számíthatunk a későbbi pályákon. Nos, normál fokozaton játszom. Kb. Full HP és 20 armor ellenére... Aha, és ez a rohadt bukvencezés, ez is kicsinált, komolyan mondom. Steven, bassz meg, rajtad kívül mindenki értette elsőre, mit jelent a másik oldal. Ezen a sokat emlegetett túloldalon találkozunk szerintem direkt lassan sétáló négylábúakkal, erős oldalszéllel, illetve csak ezen a hídon átkelve alacsony gravitációval is, az inkonzisztencia jegyében a gránátokra ez persze nem érvényes. Hiszitek vagy sem, a játék szerint a purgatóriumban, azaz a pokol felé félúton járunk, ennek fényében meglepő, hogy milyen futurisztikus high-tech minden. Huxley legalább nem hazudott, nem csak hogy ő, hanem ex-barátnőnk is itt van. Szegény csaj kimaxolta az ozorás létet, rakétavetős kiborg trippen van, ami sajnos nagyon is valóságos.
Habár nekünk is van már rakétavetőnk, ez még nem jelenti azt, hogy könnyű dolgunk lesz. Nagy nehezen végül győztem, de csak azért, hogy hallassam a játéktörténelem egyik legfurább monológiát. I'm sorry, baby. For everything, I've been a terrible rescuer. Look out, Mr. Haxley, I'll cut you up, you beast. Degenerate, I'll smash you against the wall, you devilish Neanderthal! A zenét amúgy nem kizárólag poénból kapcsoltam be, őszintén megpróbáltam kicsit felpörgetni a főellenfél harcot, ugyanis a játékban nincs zene. Pontosabban van, csak Windows 10 alatt, ha nincs letiltva a zene, akkor széthullik a játék betöltéskor, de erről majd később. Öltönyös barátunk erősen kételkedik abban, hogy a purgatóriumban jártunk. Érdekes, nem sokkal korábban minden különösebb gond nélkül fogadta, hogy egy óriási kibor kutya támadt ránk a kismillió zombi mellett. De, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit a Hellforces legnehezebb, legszarabb, legfostosabb és legkibírhatatlanabb fejezetében. Ez az úgynevezett Iron Channel, Iron City, azaz Vas város. Emlékeztetőül még mindig a purgatóriumon belül. Itt ezek a furafejű katonák és géppisztolyos robotok jönnek ellenünk, éljenek is robotok majdnem a pokolban, értitek az összefüggést? Kurvára nem. Új fegyver itt a plazmágyó, ami meglepően erős és jól használható, hátránya a lassú újratöltés és hogy minket is sebezhet, na meg az, hogy az ellenfeleknél is ilyen van. A többi rendszeresített fegyverük a gránátvetős Kalasnyikov és a rakétavető lesz, úgyhogy a helyet átnevezhetnénk Splash Damage városra is. Mindemellett azt teszi ezt a szakaszt felejthetetlenné, hogy az említett fegyverekkel bíró ellenfelek egy része igencsak rohadék helyeken kempel. Elég sűrűn lesz alacsony az életerünk, de se baj, itt az idő, hogy használjuk a medikitet, ahogy olyanunk nincs, akkor marad Luke Skywalker lankat fénykardja, már is jobb. De most ez komoly, hogy kilégeztél a keresztelben, nem lövöm el? Hogy nem? A kurva életbe! A játékbeli liftek nagy részével is úgy vagyok, hogy hangosan üvöltve püfölném annak a fejét, aki ezt így kitalálta. Nincs hívógomb, várni kell. Mindig várni kell. Menet közben ugrálni nem érdemes, mert átklippelsz rajta, és a liftezés közbeni mentést is felejtsétek el. Tökön szúrod magad város főhelyszínére érkező fősünk megjegyzi, hogy nem is rossz, egyedül a korbácsok hiányoznak. De miért? Én úgy szeretném érteni, őszintén szeretném érteni, mire gondolt itt a költő. Mert ha egy valami hiányzik innen, akkor az az értelmes pályadizájn. Vagy egy mesterlövész puska, hogy ezeket a távoli és brutálisan pontosan célzó kempereket ki lehessen lőni. De nem, eljött kapunk olyat, hogy az alien fogsora, ami a helyi quad damage, és egyébként a második fogsor, amit felveszünk a játék során, zseniálisak ezek a filmreferenciák is, csak épp nem vagyok velük kisegítve. Mert ugye, nézzétek meg, előttem egy katona meg egy robot, fenn egy rakétavetős meg egy plazmaágyús. Na most már kapásból kilövöm a mögöttem lévőt, ott a plazmás, a rakétás, a robot is él még... te olcsó ku... Na meg ez a másik rész, nézzétek meg! Ez valami hihetetlen, ez még csak nem is a splash damage-el öl meg, hanem konkrétan telibe csap a rakétával. Ez a játék igazi arca, és hiszitek vagy sem, ez már egy begyakorolt menet volt.
Ilyenkor bánom, hogy nem a mostani első végijátszást vettem fel, vagy hogy nem láthatjátok, milyen volt, mikor 2005-ben legelőször játszottam ezzel. A gengszeres pályán már vért izzadtam, mivel az ellenfelek kvázi hitszkennerek húzzák a ravaszt, amint meglátnak, szóval egyszerűen nem tudsz megúszni egyetlen tűzharcot sem életerővesztés nélkül. Nagyon hasonlít ez a Stalin szavében látott dolgokhoz, annyi különbséggel, hogy ott legalább volt egy spaginod, aminek a 72-es tárával és a brutál tűzgyorsaságával mehetett a folyamatos tüzelés, meg ugye ott nem volt az ellenfeleknek rakétavetője. Ugye kiemeltem, hogy a fejlővés működik, szóval lehetne erre alapozni, de a visszarúgás úgy lett megoldva, hogy a célkereszttel együtt az egész kamera mozog, úgyhogy kétszer egymás után ugyanoda lőni kb. Lehetetlen. Mindezek fényében az egyetlen hatásos módszer az az, hogy két gyorsmentés között nyomsz egy harmadikat. Ez a safe scumming hatásos, de egyben veszélyes is, ugyanis ha rosszkor mentesz, akkor marad az automata mentés visszatöltése, viszont a játék nagyjából 2-3 pályánként ment csak magától, szóval szopó, de mondjuk még mindig jobb, mint egy checkpointos rendszer, és ha már szóba jött, igen, itt is visszapattannak a töltények. Na de vissza az aktív szenvedéshez, a következő rész ötletes, de sikerült alapjaiban elrontaniuk. Egy teleportert kell aktiválnunk egy kóddal, de ez nem számokból vagy betűkből áll. Nézzétek meg ezt! Van 25 különböző jel, a közelben lévő termek végében láthatjuk a megfelelő színű szimbólumot, de most őszintén ezt hogy jegyzed meg, vagy hogy tudod egyáltalán leírni, hogy mit is látsz? Ez egy négyzet, amiből kijön középen egy téglalap, alatta meg még egy, ami lyukas középen. Ez elmebeteg. Némi kreativitás sejtett maga a feladvány, meg az is, hogy a szimbólumokat rejtő öt terem más-más dolgokat tartogat számunkra, például így csak egy sima raktárhelyiség van ellenfelekkel, a másiknál meg egy ügyességi ugrálós rész, mert hát ezzel a másfélszörű duplaugrással oly mókás a platformozás. Szóval minden terem eltér egymástól, de amiben megegyeznek, az az, hogy teljesítésük után a főhelyiségbe új ellenfelek teremnek be, illetve hogy erre a kurva liftre mindig várni kell. A teleport használata utáni pályát viszont mint egy másik csapat készítette volna, hiszen az egész sokkal gyorsabban halad, egyértelműbb minden a kulcskártyák és liftek hollétét illetően, nincsenek rohadék helyre rejtett ellenfelek, szóval ez egy kis felüdülés az előző 4-5 pálya után. Egyébként egy klónozó egységben vagyunk, ahol találkozunk egy elég mókásan beszélő géptestbe zárt tudóssal. Yes, I'm very, very afraid. I am really. And who are you? Aki rájött arra, hogy az emberi lélek egy kiváló energiaforrás. Nem tudom hogyan, de mindegy is. A lényeg, hogy ő volt az, aki sikeresen elválasztotta az emberi testet a lélektől, az ő lelkét viszont a Baphomet nevű démon megszállta, és kiderült, hogy a lélek nélküli testeket ugyanígy meg tudja szállni a gonosz, lásd újonnan felbukkanó zombik, és nagyjából ennyit tudtunk meg. A doki megadja még a következő lift kódját, viszont a közelben találunk még egy zárt ajtót mondhatni. Ehhez más kód kell, de hogyha már Hell Forces meg démonok, akkor kipróbáltam poénból a 666-ot és működött. Így megkapjuk a lelkek mesterét, ami alapból elég lassan lő, másodlagos tüzeléssel viszont már pusztítóbb. Ezt le is tesztelhetjük Hexlin, aki ismét felbukkan a Gimbo Kalasnyikovval. És hát ennyi volt a főgonosznak annyi, bár ezek szerint akkor nem ő a fő ellenfél. Akárhogyan is, megyünk tovább egy újabb portálon keresztül, de találjátok ki, hogy hova. Amíg agyaltok, egy gyors kitérő a játék borítójáról. Szerintem elég jól sikerült mindegyik, nekem különösen ez a német verzió tetszett. Aztán megláttam az orosz változatot, enyhe Gulman flashback. A Hell Forces orosz címe egyébként Csisztilsik, azaz takarító vagy tisztító volt. Ami még fura, hogy az összes borítón a screenshotok többsége a zombikat mutatja, sehol egy kép a gengszerekről vagy a cyberpunk városról, szóval egy echte zombi shooternek van beállítva, holott a játék első 4 pályája után már nem is fognak többet szerepelni. Na de ez van, vissza a játékhoz, vajon hova vezetett a portál? Nos, akik Kelet-Perúra tippeltek, azoknak nagyon is igazuk van. Egyfajta bizarr Sirius-szem, vagy még inkább Dragon Blade érzetét keltik az ősi romok, de jön a kiváló kérdés, hogy mi az Istenért lövöldözünk latin zsoldosokra egy zombis játékban. Erre maga a főhősünk adja meg a választ. This is what I really need most of all. Grass. Peyotes. Peyotes, only peyotes around. I look so small among them. Az eddig is nagy kihívás jelentő hitscanner ellenfelek ezúttal terepszínű ruhában a környezetbe olvadva, vagy éppen növényzet mögé bújva teszik még inkább pokollá az életünket. A készítők is érezhették, hogy ez egy szeméthúzás, úgyhogy megpróbáltak lekenyerezni minket két új fegyverrel.
Ebből az egyik a lézermesterlövész puska, ami Stalin szabvélyes divathoz mérten felfelé hord, de összességében korrekt. Mégsem használtam túl sűrűn, mert én laikusként úgy gondolom, hogy a szűk folyósokon van ennél jobb választás is, és amúgy meg rohadjatok meg, miért nem a Vasvárosnál kaptuk meg a snipert. A szintén új minigun viszont pont kapóra jön már, ami a szűk folyósokbeli lövöldözést illeti. Ez tényleg fasz, a végre már egy fegyver, amelyik jó több ellenfél ellen is. Ezzel a taktikám így annyi volt, hogy forduláskor már pörgettem fel a csövet, mert a fordulók után kb. 95% eséllyel volt ellenfél. Az elmaradhatatlan csapdakerülgetés után beszélgetünk egy törmelékbe szorult katonával, akitől megtudjuk, hogy a helyi lakosokat pár napja démonok támadták meg, és azt hiszik, hogy mi is azok vagyunk. Ez egy teljesen feleslegesen elpazarolt másfél perc volt, ugyanis nem változik semmi, a későbbi katonák ugyanúgy lőni fognak ránk. A táborukat átvizsgálva viszont úgy néz ki, hogy nem csak ránk lőnek szívesen, a Hellforces elég merész, bár teljesen autentikus módon rakott jó sok erotikus posztert a katonák szállására. Itt szoktak a híres emberek cenzúrázni, meg mondani, hogy jaj, ugrik a monetizációm, jaj, de én nem mondok ilyet, mert csóró vagyok és megtehetem. A nénis poszterek mellett van még egy filmplakát a WC-knél, illetve egy Tomb Raider-es poszter is, aminek kifejezetten örültem, mert szerintem is Angelina Jolie volt az eddigi legjobb férfi Lara Croft a mozivásznon. De még a szexuális dolgoknál maradva, itt van Indiana Jones golyója is. Az indián piramis belseje újfent felidézte bennem a Dragon Blade hangulatát, aztán a sötétben bolyongás és eltévedés után egy újfajta katonaság ejt minket fogságba, akiknek ez az ismerős öltönyös forma osztogatja a parancsokat. Aranyos amúgy, hogy szól a katonáknak, hogy rendesen kutassátok át a fickót. Hát igen, a nálam lévő 4 közelharci fegyvert, 3 pisztoly, shotgun, 3 géppisztoly, plazmágyút, rakétavető, sniperpuskát és a démoni léleklövőt nehéz nem megtalálni. Ennek megfelelően meg is találják mindet, mi pedig egy szál pisztolyjal menekülünk a helyről. Később belefutunk a katonák bázisába, ahol ismét egy vérbeli bullshit fassággal találkozunk, minigun őrtornyok. Ezeket elkerülni közel lehetetlen, szétlőni őket pedig teljességgel, szóval ez egy igen komoly katonai létesítmény. Ez már amúgy abból is látszik, hogy még az asztalokon is kamuflás van. A bázis túloldalán a New Dawn szekta épületei találhatóak újabb pucérnős poszterekkel, illetve a készítők cameójával. Érdekes, hogy Lara mellett Harry Potter és a Cheshire macska is szerepel a Wanted listán. Az eddig talán leghasznosabb tárgyat is felvehetjük itt, a radioaktív táska 400-ra tölti a HP-nkat, ennek annyira nem kell mégsem örülni, ugyanis 100 felett folyamatosan visszaesik a HP-nk 100-ig. A főgonosz barlangjába lépve főösünk, vagy a készítők Star Wars mániája egyre inkább elfajul. If I saw Darth Vader now, I wouldn't be surprised. Darth Vader! Get out! No! Darth Vader! I said Darth Vader! De nem maradhat el a Half-Life féle vasutazás sem, és megtaláljuk a játék ebből legerősebb fegyverét, a Nemezist, ami egész csinos, na majd leteszteljük a fő ellenfélnél. Az útunk tovább egy kőfejtőbe vezet, ahol teleportokat kell aktiválni, illetve mókásan kinéző démonokat kell lelőni. A következő szakasz egy szintén elég kvékes vagy szíriuszemes templom udvar, ahol szinkódos teleportokkal kell szarakodni, ez még jó ötlet is volna, csak úgy maga az egész pálya nem túl élvezetes. Majd jön végre az igazi autentikus pokol, ami teljesen jól néz ki ezzel a lávaeséssel, bár nem tudok megint nem a Dragon Blade-re emlékezni, vagy na jó, mondom akkor inkább a Painkillert. Mivel itt már van egy rakáslőszer a rakétavető, ez nem is az ellenfelek jelentik a legnagyobb gondot, hanem ez az úgymond rejtett teleportos progresszió. Ha nem a megfelelő úton haladsz, akkor visszakerülsz a legelső platformra, úgyhogy nincs más hátra, mint Trial and Error módszerrel tovább haladni, de még ekkor is ki a franc gondolná, hogy ezen a kis ablakon kell átmászni. A végjáték helyszíne a kapitalista pokol üzleti felhőkarcolója, ahol démoni biztonsági őrökkel és öltönyös démon dolgozókkal kell harcolni. Itt hiába van rengeteg lőszer a jobb fegyverekbe is, eléggé bekeményített a játék. Nem emeltem még ki, de biztos láttátok már a játék nyitható ajtajait, hogy miért így kellett ezt kivitelezni, nem tudom. A dekoráció pedig továbbra is igen merész, mondjuk ez a szemes pizza nem rossz ötlet. A fő ellenfél terméhez érve old school módon felvetjük az összes létező fegyvert, majd jön a leszámolás Baphomettel, akit éppen egy meeting közben zavarunk meg. Itt végre kipróbáltam a Nemezist, ami finoman szólva is egy rakásszar, még a quad damage-et aktiválva is. Szóval aktiváltam inkább a 400 HP-s medikitet, és a koponyás bottal megszortam a bácsit, aki meglepően hamar kimúlt. És akkor jön az outro a nagy csattanóval, az öltönyös fickóról kiderül, hogy igazából ő alapította a szektát, és ő Baphomet helyi nagykövete, és elvégzi mestere feladatát. Ez a vége, főzsünk meghal, boom, happy end. Ezért megérte végig szenvedni ezt a fost. Azért mostanra már talán mindenkinek egyértelmű, hogy a Hellforces egy igencsak kellemetlen élmény.
Viszont ami ezt a játékot mégis meghatározóvá teszi, az az, hogy ez az abszolút iskola példája a Slavjanknek. Ez egy igazi úgynevezett kitchen sink játék, mert rengeteg mindent összevegyít, és minden részét láttuk már máshol. A legelső zombis pályák kicsit Land of the Dead vagy Evil Resistance hatásúak, a városos rész ekte mesterlövész, az első túlvilági szakasz Half-Life Zen, futurisztikus purgatórium tiszta Quake 2, a dél-amerikás rész Sirius Sam, a pokol Painkiller, de az egészet végig belengi a Dragon Blade-szerű gagyiság. Ez a játék egyszerre túl sok minden akart lenni, de ironikus módon végül kb. 10 szék közé esett a padlóra. Emellett én sosem tudtam eldönteni, hogy ez most egy paródia akart lenni, vagy komolyan gondolták, hiszen van benne egy jó adag önirónia, egy rakás filmes referencia, meg direkt bugyuták az ellenfelek is, de a nehézség nem épp ezt a komikus jelleget sugallja. Ugye az évek során rengetegszer volt már szó olyan játékokról, amelyek nem éppen minőségi darabok, viszont sármasak voltak, volt bennük egy kis aranyos gagyi hangulat, amiatt az ember mégsem tépte a haját játék közben. A Hellforce szintén egy ilyen sármasan gagyi játék, de ezzel nem szívesen játszik az ember, mert minden perce szenvedés. Rendben, ez alól kivétel az első pár pálya, hiszen önmagához képest a zombis részek egész korrektek, a hangulat is ott a legjobb, nem hiába, hogy ezzel promózták a játékot mindenhol. Kár, hogy a játék paradék 80%-a vegy tiszta frusztráció. Pedig még pusztán a prezentációt tekintve is abszolút rendben lenne a játék egy 2004-es Slavjankhez képest. A grafika leginkább a Stalin Subway-hez áll közel, tehát a karakterek picit furák, de a textúrák és pályák jól néznek ki, a fegyverek és animációik viszik a pálmát mindenképp. A hangeffektek és szinkron hangok szokásosan gagyik, az angol fordításról nem is beszélve, de egy Slavjanktől nem is vártam mást. A helyszínek háttérzajai viszont egész jók, és ezt amúgy csak azért tudom, mert mint említettem, a játékzenét ki kellett kapcsoljam, különben szétesett az egész. Szóval nem tudom és nem emlékszem, hogy milyen zenék vannak a játékban, de ha boomboxos úgymond rap alapján kell ítélkezni, akkor talán jobb is, hogy zene nélkül játszottam. A zenés fiaskó mellett modern off-rendszereken való futtatáshoz szerencsére létezik egy külön ehhez készült DLL fix, az FPS korlát beállításán kívül érdemes az átvezető videókat is kitörölni a játék mappájából, illetve aki ezzel tényleg játszani szeretne, az készüljön fel az igen sűrű crash-elésekre. Ez volt tehát a Hellforce, most már mindenki tudja, honnan van a csornai metkás easter egg, én pedig örülök, hogy remélhetőleg soha többé nem kell újra ezzel játszak, mert ez nem egy jó játék. Lehet, hogy easy fokozaton kellemesebb, de attól még ugyanúgy benne van egy rakás bizarr játékmeneti baromság, a borzasztó pályadizájn és a teljesen inkonzisztens csapongó történet. Slavjank fanatikusoknak természetesen ez a játék kötelező vizsgatétel, és aki ezt nehéz fokozaton legit végigjátsza, az igazán büszke lehet magára. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok!